Az ipari park második ütemének helyszínén tartott sajtótájékoztatót az LNP zöldek önkormányzati képviselőjelöltje és polgármester jelöltje földi áron. Elmondta, nem azért választotta ezt a helyszínt, hogy meghiúsult beruházás felelőseit keresse. Inkább azt szeretném elmondani, hogy koncepciójában miért rossz az ilyen jellegű beruházás, amikor nem a helyi vállalkozásokat támogatjuk, hanem arra számítunk, hogy majd a globális tőkepiaszról Esetleg valaki megvásárolja a területet, idehoz ázsiai munkaerőt a globális munkaerőpiacról, majd ezeket a termékeket nem is helyben, hanem szintén a világban máshol értékesíti, és ezért kevesebb hozzáadott érték lesz, ami cegléden maradhat. Amit viszont elvisz az a termőföld, víz, a tiszta levegő, mondta Földiáron. aki arról is beszélt, eredetileg egy inkubátorház is épült volna ide, azt viszont kivették a beruházásból. Úgy fogalmazott, ez a projekt már akkor megbukott, amikor ezt megtették. Földi Áronnal érkezett a helyszínre az NMP Zöldek Európai Parlamenti Képviselőjelöltje, Kanász Nagy Máté is, aki úgy fogalmazott, azt az üzenetet közvetítik szerte az országban, hogy június 9-én a választásnak mind önkormányzati, mint európai parlamenti szinten van egy nagy nagyon fontos tétje és az nem az, amit sok más párt mond. Ez nem fogja a hazai belpolitikai, a kormány és ellenzék viszonyát befolyásolni. Ám ez a választás arra alkalmas, hogy egy meglévő társadalmi ellenállást aktivizáljon, formalizáljon, és szavazatok formájában cselekvésbe öntse, fogalmazott. Ez pedig az a társadalmi ellenállás, ami Magyarországon az akkumulátorgyarmatosítással szemben megmutatkozik. Kanász Nagy Máté úgy fogalmazott, a kormány legfőbb törekvése, hogy akkumulátorgyarmattá tegyék az országot, pedig ez a gyártás egy veszélyes folyamat emelte ki az is látható, hogy unió szinten kell ez ellen küzdeni, hiszen egyre több országban szeretnének egyre több autót. De hogyha tehetik, és sajnos ebben a magyar kormány partner, akkor ezeket az autókat nem ott akarják legyártani, hanem itt Magyarországon, pontosan azért, mert rendkívül energiaigényes, vízigényes ez a folyamat, és nagyon sok szennyező anyaggal jár. Mi azt gondoljuk, hogy az európai parlamenti választás alkalmat ad arra, hogy elmondjuk a véleményünket, elmondjuk ezt a társadalmi ellenállást, és aktivizáljuk is ezt. Egy szó, száz a vége, minél több lmp szavazat, annál kevesebb akkumulátorgyár épülhet Magyarországon. Ezt az üzenetet igyekeznek tehát minél több helyre eljuttatni a június 9-i választások előtt.